Üdv mindenkinek, Scuderia vagyok, és egy Nézzünk bele epizóddal jelentkezek most szombaton. A tartalma az pedig, mint látjátok, a Homeworld Desert of Karakról fog szólni. Ő egy klasszikus RTS stratégia játék, ami most már eléggé ritka darab. Ja, közelmúltban nem sok volt, talán az Act of Aggression-ra emlékszem, ami ilyen hagyományos RTS elemekkel volt tűzdelve. Ez is egy kicsit eltér azért még az ős hagyományos stratégiai játékot az RTS-ektől, ugyanis nem úgy kezdjük, mint az akkori régi, mondjuk CNC vonalon mozgó stratégiai játékokat, nem egy épülettel, egy kezdő főépülettel és egy olyan egységgel, ami mondjuk tudja betakarítani az aratható javakat, hanem egy mozgó egységet kapunk, egy hatalmas lánctalpakon guruló repülőgép anyahajót, ami gyakorlatilag minden feladatot ellát a mozgó bázisunkon. Ő gyártja le a támogató egységeket, a harci egységeket, a légi, mindenféle egységeket ő gyárt le, és gyakorlatilag statikus épületeink nincsenek, nem lesznek, nem lesznek, folyamatosan mozgásban van a seregünk, az egyébként ilyen elsivatagosodott bolygón, ezt sikerült kimondanom. Az egységek azok ilyesmik lesznek, mint a képen látjátok, ezek a koalíciónak az egységei egyébként, van még egy faj benne, most a nevét azt pontosan nem is tudom, akikkel harcolhatunk a skirmishbe mondjuk. A játéknak a fő attrakciója még a kampány vonal, azt a koalícióval kell végigvinnünk. Én körülbelül olyan negyedik, ötödik pályáig vittem, hát hogyha lehet hinni itt a rublikának, ahova tölti be ezeket a részeket, akkor körülbelül a felénél járhatok, de lehet, hogy sokkal több van, lehet, hogy scrollolni kell majd lefele, és akkor sokkal több lesz, mert eléggé jól kitalált kampány vonala van neki, nagyon jó videó átvezetőkkel, és maga a grafika pedig lenyűgöző, játék közben is ilyen szinten rá lehet zoomolni az egységre, és nagyon szépen részletesen kidolgozott egységekről beszélünk. Maga a darabszáma az egységeknek az meglepően kicsi, tehát nem túl sok fajta egységet gyárthatunk le, de mégis úgy gondolom, így az eddigi tapasztalataim alapján, hogy elegendőek ahhoz, hogy boldoguljunk, tehát mindennek megvan az ellenszere, úgy nézem, hogy a balansz úgy talán rendben is lehet. És hát gondolom egymás elleni játékban lesz majd nagyon érdekes, ez van neki online multiplayere is, hogy lehet benne majd kalandozni a barátainkkal is. Mindenképp egy izgalmas játéknak tűnik. Jól van, akkor most indítok egy skirmish-t, és akkor onnan folytatom majd. Itt van a két frakció, a koalíció és a Galsian nevű faj. Na itt van ez a lánctalpas hatalmas anyahajó, szép nagy, ahogy látjátok. És akkor itt a másik, ezek meg pedig ilyen lebegő alkalmatosságok, tehát itt nem igen látok lánctalpakat, ha jól látom, ez egy ilyen kicsit még sci-fi-sebb, ha lehet ilyet mondani, nép, és lehet választani szépen így színeket is, tehát így beleklikkelve kiválaszthatod, hogy milyen színnel szeretnél lenni. Ez mi ez? Ez pedig a másik szín. Ja, ez a... Ja. Na, tök jó. Na, jól van. Most a koalíciót választom, mert azzal szoktam meg a kampány miatt. Csak el is indítom a skirmish-t. Kérünk egy AI-t. Ja, nevelem legyen. Meg legyen akkor az ellenségünk, és hát most nem akarok nagyon erős ellenfelet, bár nézegettem videókat, és nem voltak annyira megelégedve a felhasználók az erősséggel, tehát a mesterséges intelligenciával és annak erősségével, talán még a hardon sem volt olyan nagyon nagy kihívás az ilyen vérprofiknak a küzdelem, és hát ugye a pályák is elég szűkösen vannak jelenleg, de hát ez még gondolom változik, meg hát biztos, hogy majd jönnek ki hozzá, és talán ezek ingyenesek is lesznek, vagy lesz hozzá pályaépítő, egyelőre még nincs ilyen benne, de ez még azért eléggé kis szűkös. De hát ezek azért az idők során változni szoktak ilyen jellegű játékoknál.
Jó van, akkor indítjuk így, aztán meglátjuk, hogy mi fog történni. Betölti, aztán harcolunk egyet. Na, és itt is vagyunk a kezdőpályán. Rögtön megkeressük a... Megkeressük a kis arató egységeinket. Azok ezek a... Ezek lesznek. Ebből gyártunk tudom, egy hármat. És akkor itt jönnek ki ebből a cuccból. Ugye megpróbálok rápörögni. Így. És látjátok, milyen jól kidolgozott maga az anyahajó is. Egész jól meg van tervezve. Na, és akkor ide kijöttek ezek az új egységek, akkor meg is tudom neki mondani, hogy kezdj el bányászni ezt. Van ez a az anyag, ez a nem is tudom ennek, minek nevezi a játék most így kapásba. Illetve van ez a másik fajta, tehát ez a két fajta nyersanyagunk van, amit gyűjteni kell és aratni. Na, ezek is azok, most láttam. Akkor nem is kell volna gyártanom, de mindegyikből lesz akkor több is. Abból is gyártjuk, meg ezt is, jó. Oké, szalvadzsereket akkor ráküldtük, most csak azon volt, úgy néz ki, hogy ez is, ez nem az, nem az. Eseteket lehet szétbontani, és akkor ebből is lesz egy ilyen nyersanyag bevételi vagy beszerzési hely. Lehet, hogy ez le tudja bontani ez a kis egység, meglátjuk majd. Hogy gyorsan gyártunk harci egységeket is, de azokat meg fel kell fejleszteni. Kezdjük ezzel. Ez a legkisebb egységünk, ilyen kis bugik. Gépágyúval meg mindenfélével. Ott már jön is egy ellenség, ha jól látom, egy Base Runner. Jó. Minden egységnek még teljesen nem vagyok tisztában a használati értékével, úgyhogy majd gyártogatok mindenféle. Ezt tudom, hogy ez a Base Runner, ja, ilyennel mozogtak, akkor ez alkalmas arra, hogy javítson egységeket. Na, megjöttek ezek a kis pici dolgok, amik... Ott mi történik? Hoppá. Ezen van támadó egység? Nincs nagyon. Jó, azt egyelőre most itt hagyjuk. Most már jönnek ki a bugik. Egyébként, ha ráklikkelek és nyomok egy F-et, akkor így követi folyamatosan a kamera, és látszik ez is, hogy milyen jól megvan. Ki van találva a kis szerkezet. Porzik is szépen a bolygó, úgyhogy nagyon, nagyon kis hangulatos az egész. Na, jönnek szépen ki ezek a cuccok, most ide elhelyezem őket előre. Az is egy ilyen, az is egy ilyen, az is jöhet ide. Ez pedig tud szervizelni. Ja, nem kapcsoltam ki ezt a módot, ez egy ilyen zászlós módszer, össze kell gyűjteni ezeket az erekéket, és akkor ezáltal tudunk haladni majd. Ha összegyűjtjük mindet, akkor nyerünk gyakorlatilag. Na, itt most egy háborúba csöppentem éppen. Ezek a kis bugik nem biztos, hogy mindent meg tudnak oldani. Megnézzük, hogy még miket tudunk gyártani, de ebből gyártunk még azért, mert ezekből pár darab nem árt, ha van. Főleg, hogy ezek a... Nem tudom, milyen egységek, ezek elég jól lepusztították őket. Itt is van egy ilyen kis bugim még. Ja, pont errefele jönnek. Ezokat is lehet fejleszteni. Na, ezeket is legyártjuk, vagy hát kifejlesztjük először, hogy ki kell fejleszteni az egységeket, aztán lehet majd legyártani őket. Nézzük, itt is semmit nem tudok még ezen a részen gyártani. Itt
Hát ebből gyártunk párat, de most elfogyott a pénzem. Fogyott-e, hogy mi fogyott-e, nem tudom. Valami elfogyott. Az anyahajó is tud támadni, szerencsére. Na még a javítás nem támogatja a dolog. Még azt is lehet, hogy ki kell fejlesztenem, hogy javítani tudjak. Ezt a Railgun Fabrication-t ezt még kifejlesztem, hogyha engedi, mert ezen biztos, hogy tudok. Azt nézem, hogy változott-e valami a kis egységeimen. Mindegy, ebből is kell gyártanom párat, de most nem tudok elvileg. Ja, hogy elértem a maximum kapacitást. Nem, ezzel nem akarok elmozdulni. Ezzel a... Hold position van, stop van, stoppoljuk le, ahogy. Mi történt? Energy signature confirmed. An artifact has been discovered. Hostile forces are attempting to extract it. Közben felfedeztek egy artifaktot, vagy hát egy ilyen erekét. És valahogy nekem ki kéne terjesztenem ezt a 25x25-öt, vagy kicsit növelnem kéne ezt a 25-ös limitemet. Azt nézem, hogy hogyan tudom ezt megoldani. Hostile light attack vehicle detected. Aha, itt lehet valamit fejleszteni. Megint megjöttek ezek a lehetségek itt közben. És elkezdték lőni a hajómat. Na ne menjetek el, annyira nem fontos. Be tudom állítani ezt a dolgot. Na itt van ide, aha. Itt nem tudok gyártani valami olyan egységet, ami kiterjeszti a védvonalunkat. Ez mit csinál? Aha, ez tud ilyet, hogy mondjuk, innen szoktak jönni, de kiküldök egy... Nem is tudom, ez mi, oda megy, vagy kiküld egy ilyen drónt. Megnézzük ezt is. Vagy épít valamit? Hm, meglátjuk. Kipróbáljuk, végül is nem vesztünk vele semmit. Jönnek megint ellenfelek. Na mindegy, mert majd talán fogyunk. Na, ezzel lehet növelni valamit? Na nézzük. Aha, valamit tettem. Valamit tettem, mert 40 lett a populációs limitem, úgyhogy... Oda megyünk azért a bigyóért. Jó van. Közben vége lett a csatán, nem nagyon lett vége. Inkább fogytunk. Gyártsunk ilyen egységeket, ha tudunk. Ezzel nem akarok mozogni. Ez viszont nem olyan rossz cucc. Beállítom, hogy védekezzünk, hogy védje ezt. Ja, közben összegyűjtögették az összes, mi ez, erekét, igen, az lehetett a probléma. Nézzünk be így a térképre. Space-szel ki lehet menni ilyen stratégiai térképnézetbe gyakorlatilag, és ugyanúgy lehet irányítani az egységeket. Ezzel sincsen semmi probléma. Ja, és még egy fontos játék elem még az is, hogy az egységek a kampány során tovább vihetők. Tehát van benne egy olyan rendszer, mint régen ilyen stratégiai játékokban volt a Panzer General, meg hasonlókban, hogy az egységek azok rangot kaptak, és ezek
a rangok által erősödtek, jobbak lettek, és vihetted őket a következő pályára. És na most ugyanígy van itt a kampánymódban, hogy ha meg tudsz őrizni egységeket, és azok kapnak rangot, akkor már egy erősebb egységként vethetők be a következő pályán, ezáltal megkönnyítve a továbbítás lehetőségét a játékos számára. Úgyhogy ez is egy tök jó dolog a játékba. Nézzétek, itt van például ez a... mi is a neve pontosan? Armored Assault, nem tudom. Ja, ő az. Valami páncélos tank ez is, de milyen jól ki van dolgozva ahhoz képest, hogy egy ilyen kis pici eleme a térképnek, hogyha egy kizumolok belőle, és nagyon szépen ki van dolgozva. Mondjuk egy ember ehhez képest is eléggé pici. Itt van például ez a Base Runner, ez volt a nyitóképernyőn, hát a alatta simán elsétálgatott az ember, bőven simán, tehát a kereke is sokkal nagyobb, mint egy ember. És mondjuk ez is szépen ki van dolgozva, de letelepített egy ilyen rakéta kilövő, vagy valamilyen turettet. Jó, hát ez gyorsan lement ez a mérkőzés, úgyhogy megnézem, hogy ha kiveszem ezeket a módokat, ezt a zerekjegyűjtögetőst, akkor lehet, hogy egy kicsit szerencsésebb lesz a helyzet. Megint kérek egy ellenfelet. Hogy is tettem ezt az előbb? Koalíció az én vagyok. Igen, itt lehet hozzáadni, akkor ő lesz a Gaussian. Ez is easy, és akkor ezt ki lehet venni. Nem tudom mi. És akkor választunk egy másikat, legyen ez. Megnézzük ezt. Ja, itt volt ez a kép, most gyorsan elugrott, de ott lehetett látni, hogy hogy milyen pici egy ember ehhez a Base Runnerhez képest. Az erősséget nem is tudom, hogy állítottam-e. Meglátjuk majd. És akkor figyelnem kell, hogy vannak betakarító egységek alapból, ezt nem kell gyártanom. Azokat csak rá kell uszítanom a begyűjtendő cuccokra, és akkor utána már könnyű dolgom lesz a... Gyártanom kell csak az egységeket, és mindenelőbb el kell jutnom addig a tankig. Itt egy kicsit világosabb homok van. Na, akkor ezt ide, ezt pedig ide. Az micsoda? Ez is az. Hát akkor ő meg mondjuk ezt bányásza. Jó, és akkor gyorsan kifejlesztjük ezt. Ne maradjunk el nagyon. És most nincsen semmilyen artifakt a játékba, úgyhogy lehet fejlődni szépen lassan. Egyébként nem egy olyan rohanós játékról van szó, tehát hogyha az ember koncentrál, akkor odafigyelve jól lehet benne operálni, nem kell, nem olyan nagyon hirtelen történnek benne a dolgok. Így ilyet jártunk. Egy Base Runnert, az sosárt. Megvan a fejlesztés, és akkor gyorsan a fabrikátort is kifejlesztjük, hogyha elérjük a 400 pénzt. Vélhetően hamar elérjük. Ez egy. Ide küldünk egy ilyen bigyót, nem tudom ez hogyan működik. Ja, ki is küldte, jól van, az egy ilyen. Mennyibe került? 120 pénzbe. És kiküldött egy drónt oda lesegetni. Ez is így a high-technek a része, és akkor az ott szerintem még talán lőni is tud valamennyit. Nem sok ellenállást fog tanúsítani, de azért mégis látja az ember, hogyha jönnek ellenek befele. Na. Remélem. A fabrikátort akarom. Azt nem engedi? Úgy látszik, hogy nem muszáj sorba menni. Akkor legyen. Ja, de ezt akartam, a fabrikátort. Vagy fabrication-t akartam kifejleszteni, és akkor utána azt gyorsan gyártok is. Mindegy, addig ebből hármat lehúzunk.
arra még nem sikerült ilyen rájönnöm pontosan, hogyan lehet megadni, hogy hova jöjjenek ki az egységek. Nem, mert ez mozog. Ja, ez talán jó. Jó, legyen akkor, mondjuk ide gyűjjünk. Gyere ide te is. Te meg talán oda találsz, jó van. Oké. Okay. Hát ez mi az a logisztikus modul? Na lehet, hogy most már legyárthatom a... ezt. Aha, jó is rak. Jönnek is, viszonylag gyorsan ideértek ezek az egységek. Fel is robbant az egyik egységünk. Na, ezeket is be kell ide raknunk. Azért a csatasorba. Gyere te is ide. Ebből még gyártunk, hogyha tehetem. És most megint 25-ön van a... Nem akartam megszüntetni a gyártást, csak elfogyott a pénzem. Azt mondja, hogy most jön a Real Gun Fabrication. Az kéne, hogy jöjjön, legalábbis 400-nál majd. Csak ebben van benne minden gyakorlat, itt a fejlesztő modul. Az upgrade-ek is. És figyelni kell a domborzatra is, mert például itt ez a... az egységem, ez a, az Armored Assault. Ezt például nem látott át ezen a dűnén. De viszont így meg elég jó rálátás van, és mindent tud lőni. Le is tették már a kis drónomat, látom. De teszem inkább fel az egységeket. Jó, ezt akkor ide rakom. Ezt meg ide. És akkor talán jól rálátnak a dolgokra, vagy inkább arra felére. És megint jönnek. Nézzük, ez mennyire... Aha, ez egész jól írtja. Ez elég jól gyilkolja őket. Ezt akartam kifejleszteni, ez talán erősíti a... ezt az egységemet. Mi robbant föl az egyik ilyen kitermelő egységet? Sikeresen szétlőtték? Elég kis gonoszak ezek a pici egységeink. De jövünk kicsit közelebb, mert nem látnak át néha a dombon. Szépen körbelövik ezt a... Jó, ezzel lehet, hogy egy kis ezt termeljük, mert ezzel meg senki nem foglalkozik itt közben. Megnézzük, hogy tud-e javítani, még nem tud, ezt is ki kell majd fejleszteni valószínűleg. Na most ezt a Railgun Fabricator-t kéne legyártani, ha tudok olyat. Jó. Ezeket a kis modulokat legyártjuk. Lövik szegényt. Maradj csak itt. Megadom neki, hogy vigyázzon erre a Base Runnerre. Visszahívjuk ezt is, itt tud segíteni. Jó, ezeket viszont szerintem nyomatnom kell folyamatosan, ha tudom. És akár elérjük a... kettőt kell klikkelni rá, nem? Ez lesz az szerintem, ezzel lehet terjeszkedni, hogy valamit csinálni most. Nem, ez is mozgatja, nem akartam elmozgatni. Ez a stop, attack, hogyan, hova jöjjenek ki a cuccok. Lehet ilyen fegyverzetét állítgatni. Proximity warning in effect. Hostiles designated. Hostile on sensors. Authentication pending. New heading set. Salvager has been engaged. Hold here. Strike
Jól van, ez megvan. Egyébként ki lehet adni nekik ilyen fura útvonalat is, tehát hogyha jobb klikkelek, akkor ugye oda mennek, de hogyha shift jobb klikkelek, akkor egy töréspontot így bele lehet vinni az útba, tehát akkor oda mennek, hogyha shiftet nyomtam, és akkor utána pedig ide. És itt lehet tovább is menni szerintem, és visszajönnek ide a helyükre, így mennek egy ilyen kört. Tehát egész intelligensen lehet irányítani őket. Megteltünk. Jó. Ezt kifejlesztjük, ez kicsit erősebb páncélunk lesz, úgy néz ki. Ezen meg elindítunk egy fejlesztést. Azt nem tudom, hol lehet kiosztani, vagy hol vannak ezek a kiosztató pontok. Többet nem tudok kiosztani már. Na most elég nyugalom lett közben. És már sikerült talán megtapadnom egy kicsit. Jönnek két oldalról. Ezek új egységek. Elég jól aprítják szerencsétlent. Ez is van ennek a társa, ez az. Idehozom, hogy állássanak ezek is szépen. Ezek kemény egységek. Jó lesz, hogyha ezzel egy kicsit odébb állok. Elpösszent az egyik. Valószínűleg annak sincs sok hátra szegénynek. Jönnek folyamatosan ezek a cuccok. Á, ide lehet kirakni ilyen logisztikai modult. Is lőtte, ezáltal nagyobb lett az ember kapacitása, hogy 40-21. Még gyárthatok egy jó párat. Ez az a logisztikai modul, amit kibocsájtott ide távolba is. Komoly csaták folynak itt. Neki jött egy csomó pici. Vagy egy nagy hajó már még nem igen tudtak elbánni, tehát abból egy pici se kopott le. Szerintem ezeket elég jól lepattintották. Na szóval itt igazából erről szól a dolog, itt fejleszgetni kell, update-elni, aztán utána pedig itt a modulokat legyártani. Persze kitermelni is kell, és hát van egy egység, amelyik ezt le tudja bontani, és akkor ilyen nyersanyag lelőhely lesz belőle, és akkor nyugodtan lehet menni ezekkel a salvagerekkel, és kitermelni a javakat, és akkor azt újra be lehet forgatni a fejlesztésekbe, és egyéb ilyen hasznos nyalánkságokba. És még itt a fő hadihajónál is lehet kiosztani ezeket a pontokat, valószínűleg ezt közbe kapom. Közbe kapom őket, és akkor ezeket is el lehet osztani mindenféle dolog, ez a javítás, ez a fegyver erőssége, gondolom ez a pontosság, ez meg a páncélzat. Itt a játékban töltött időt írja a játék, ugye itt vannak a begyűjtött javak, hogy melyikből mennyit bányászok, gondolom, vagy melyiket bányász a hány egységet, egyet-egyet bányászok, egyet lelőttek közbe. Akkor ennyit termeltem ki a Construction Unitből, ez meg a Resource Unit, ez a két nyersanyag. Van, és itt pedig a populáció limitet lehet látni, és azt lebontották a logisztikai cuccomat, de azt lehet, hogy valahol itt lehet legyártani valamelyik, valamelyik rublikába, vagy csak egyszerűen beadja, hogyha ez a logisztikai modul. Aha, ez a chip jellegű cucc, és hogyha kilövöm mondjuk ide, akkor oda lerakja a logisztikai modult, és már is megkapom a kiterjesztett ember mennyiség lehetőségét. Jól van, szerintem most egyelőre ennyi, már nem igen tudok belekezdeni itt a
visszajövetelbe. Szépen hátrányba kerültem, de sokat kellett magyaráznom itt a játék közben, úgyhogy nehezen lehetett úgy rákoncentrálni a dolgokra, de nagyjából így a folyamatot sikerült ugye elbáboznom. Meg az interfészről is egy pár szót sikerült mondanom. Ezek az ellenségeim, ja. Vagy nem? Vagy ezek én vagyok? Az én vagyok, akkor elzavartuk őket, akkor még úgy vissza is vertük a támadásukat. Jól van, köszönöm a figyelmet. Desert of Karak lesz még itt a csatornán szerintem majd, hogyha kicsit profibb leszek benne, akkor egy ilyen sandboxot csinálok majd valami skirmish-sel vagy valamivel. Aztán akkor egy kicsit jobban fog látszani is a csata, nem csak engem gyepál majd az ellen, úgyhogy még biztos visszatér a csatornára. Köszönöm a figyelmet, addig is sziasztok! Búcsúzunk még egy ilyen csata jelenettel, megpróbálok elkapni egy egységet, mondjuk azt, amelyik még úgy működik, és akkor rázumolok, és akkor így lehet látni, hogy felrobban. Itt pedig a kitermelő egység. És tényleg egész filmszerű a megvalósítás. Ja, nagyon szép egyébként a játék. Na jól van, akkor majd még jövök vele. Enemy light attack vehicle marked.